Sziasztok! Ez itt újra a Formában volt, egy kis késéssel, mert éppen egy jó, szuper rock koncertről érkezek a Palcadopol harmadik magyarországi koncertjéről, majd erről is lesz egy kis koncert, egy videó, talán előtte egy kis élménybe számoló is, ha lesz rá energiám is ide, de most rohadtul el vagyok fáradva amúgy, mert nem is a közel volt egy óra oda-vissza, változott annó a koncerthelyszín, na de hát most a időmérőről van szó, ami elég izgalmas lett az olasz nagydíj esetén, és hát megint ezt az újfajta időmérős beosztást használták. Az első etap, ugye, vagy a Q1 kemény, a Q2 közepes, a Q3 pedig lágy, szed gumival kötelezően végigvívve. Szerintem ez egy tök jó változtatás, bár a múltkori szerintem még izgalmasabb volt, amikor ezt használták, de ez a hétvége is elég jó időmérőt hozott. Jövőre én kötelezően az összes futamra bevezetném, és ez azért is egy jó dolog szerintem, mert a versenyzők és a csapatok egy csomó információt kapnak erről, hogy könnyebb autóval melyik ugye, csapat melyik autóbírótra tudja jobban használni az egyes típusú gumikat. Így holnap milyen gumival rajtoljunk, vagy hosszabb távon milyen gumistratégiát választunk, ez egy tök jó segítség szerintem, még ha csak pár kör elejéig is, de azért látható, hogy például az egyik csapat a keményen szarabb volt, a másik csapat a lágyon jó volt, például a Mercedes. És még lehetne sorolni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők szerintem nekünk, rajongók számára, nézők számára is, és a csapatok és a pilotok számára egyszerre segítség, de egy izgalmas időmérőt is hoz, hiszen valamelyik pilóta láthatóan inkább, illetve a csapat autója inkább a keményebb gumin érzi jobban magát, valamelyik a lágyal is, így jól lehet taktikázni a holnapi versenyre. No, de lényeg az, hogy nézzük sorjában Lance Strollt, szerintem nem hogy hosszabbítani kéne, mert rég kirúgni, ugyanis azt hiszem egy évvel hosszabbították meg a szerződését jövő év végéig. 20. lett. Nincs miről többet beszélni erről. Még csapattárs egyébként 10., de sokszor előrébb is volt az egész időmérőt nézve sokkal, mint 10. hely. Hát, sajnos sehol nincs ez a csapattárs, továbbra is a neve tartja be, semmi más. Még Mick Schumert kirúgták annól, mert egyszer-kétszer neki csapta a falnak. De évvégéig, az utolsó fél évében szerintem egyre jobban és jobban teljesített, egy hogy gyenge, ehhez képest hogy gyenge kocsival. Őt kirúgták, Lance Strollt, már egy éve lassan a semmiért tartják be. Azért ez előkép elmond szerintem mindent, a papa nagyon szereti a fiát, az értelemszerű, de azért szerintem már az égés kategória lassan, amit ő nyújt. Kevin Magnussen a Haas-szal 19. lett, a Haas nem volt gyors ezen a hétvégén, de Hülkenberg mi is nagyon verte Magnussent. Magnussen megint az bizonyítja számomra egész évben, hogy bőszen elmaradt Hülkenbergtől, és szerintem Schumer is verné, ha maradt volna, bár ebben a kocsiban inkább nem maradjon meg ezzel a csapatvezetővel, aki ennél a csapatnál van. Szerintem így járt jobban. Alpinnal Esteban Ocon a 18-et, Gasly a 17-et, iszonyat gyatra volt egész hétvégén az Alpin, nekem talán a hétvége csapatbéli csalódása. És ahogy nem a pilóták tehetnek, egyszerűen a kocsinak nem fekszik ez a nagy díj, hozzá kell tenni, és a pálya. Hozzá kell tenni, hogy a Renault sosem volt igazán olyan hú, de gyors az egyenesekben a legtöbb pályán, bár voltak kivételek, de azért nem az volt rá a jellemző. Lehet, hogy ez is közre játszik ebben a gyatra ellenményben, Joe lett a 16. az Alfa Romeoval, még Bottas a 14. a másik Alfa Romeoval. Magukhoz képest egy minimális javítottak, pénteken úgy nézett ki, hogy akár a leggyorsabb kocsik között lehetnek, de a pontszerzésre szerintem alkalmatlanok. A másik nagy negatív meglepetés pilóta ügyileg, ha összehasonlítjuk csapattársával, Logan Sargent, aki a legelején a Q1-be keményeken még szó-szó 5., 6., 7., 8. helyeket is néha behozott, aztán fokozatosan lassult, ahogy gyorsulni kellett volna a gyorsabb gumikkal, a gyorsuló pályával, ő csak lassult és 15. lett. Még csapattársa akkor azt hiszem az 5. lett, ha jól emlékszem, abban a szegmensben, a Q2-ben. Nagyon gyatra, és a vicc az volt, hogy azt hitték, hogy jobb lesz az ideje, az utolsó ideje, aztán még csak szarabb lett gyakorlatilag, mint volt, így lett a legutolsó Q2-es helyen. Hát jövőre én bőven beraknak, vagy egy újonc fiatalt, aki vár, hogy új Forma 1-es helyen legyen, például Carl Lawsont, mert elég jól teljesít, hogyha a Ricardo ugye marad jövőre, vagy még Schumert. Mind a ketten sokkal jobbak lennének, mint Sargent vagy Stroll. Erre a két helyre szerintem lassan bárkit be lehetne rakni. Sargent azok mondta, hogy néha-néha villant egy nagyot, csak egyrészt nem szerez pontokat, baleseteket azokat annál inkább mutat, és még lassú is az időmérőkön, szóval az, hogy egy-kettő villantást tud hozni, ez nem hozza a pontokat, mint láthattuk. Ezen kívül nem tud konstans teljesíteni, és hibát hibára is halmozza kell.
akár két autótörés egy hét évén belül láthattuk ezt is nemrég. Reméljük holnap valamit tud javítani, ezzel a kocsival egyébként akár pontszerzés is esélyes lehetne a 15. helyről is, hiszen az egyenesben nagyon gyors a Williams, főleg ezen a pályán, ami értelemszerű is, de ők erre is állították be a kocsit, de én valahogy nem látom belőle azt, hogy hozhatna igazán pontokat, egy jó rajt természetesen és egy jó taktika ezzel még segíthet akár. Ilyen volt a 11. lett, ahogy mondtam, Hülkenberg, ahogy mondtam, a 13. a Haasszal, ő volt megint a jobb, de nem látom egyáltalán pont esélyesnek a csapatot. Megint az lesz, hogy elfogynak a gumik idő előtt, és már esnek is hátra az elején. A nap egyik nagy meglepetése Liam Lawson volt, az új-zélandi pilóta, aki Ricardiót helyettesíti. 12. lett, míg Tsunoda a 11. összvisz egy tized, másfél tizedet kapott, és egyébként végén ott volt a nyomában, úgyhogy gyakorlatilag beugrott a semmiből a második versenye. Mit kell ennél többet bizonyítani annál, hogy például Sargentnál vagy Strollnál, ezerszer jobb pilótáról beszéltünk, aki a második versenyén ilyet nyújt, és az első is egész jól teljesített, tehát konkrétan Tsunoda előtt végzett a versenyen, még holnap is el tudom ezt kezelni, és ő nála is akár, meg Tsunodánál is el tudom ezt kezelni, egy-két pontot szereznek. Mert hosszabb távon versenyen mostanában néha egész jó az Alphatauri, egy-két pontra esélyesek, ha sokszor többre nem is, de erre igen, és szerintem ők a maximumot kihozzák a kocsiból mostanában. Úgyhogy ez nagyon meglepő, mert ezt nem vártam ettől a párostól. Fernando Alonso lett a 10., szerintem nekik ez csalódás keltő. Én azt hittem, hogy előrébb lesz, mert azért néha általában előrébb is volt a Q1-Q2-ben, de szerintem lehet, hogy ők is inkább kemények gumin jobbak, és hát azért ne feledjük, hogy a verseny jobban használják ki a gumikat, jobban tovább tudnak menni velük, nem koptatják annyira, tehát én holnap azt látom, hogy akár egy-két-három helyet akár előrébb is jöhet, ez a box kiállás, a taktika, a gumitaktika, illetve a gumikopás szempontjából lesz nagy kérdés, illetve hogy az egyenesben mennyire tudja követni a vele körülbelül mondjuk egálsz végsebességű kocsikat. Meglátjuk, ez érdekes lehet, hogy ő tud előre jönni holnap. McLarennel Norris 9. lett, Piastri pedig a 7. Érdekes, mert annó úgy tűnt, hogy Norris lesz a jobb helyzetben. Napsak Q1-Q2-ben még úgy nézett ki. Aztán Piastri megint a végén előre tölt, megint látta, hogy nagyon jó párosról beszélünk. Egyszerűen a McLaren a hétvégén esélytelen volt arra, hogy nagyon jobban előrébb kerüljön egyszerűen. És sem volt nagyon gyors az egyenesekben, ezek a típusú pályák nekik nem nagyon feküdtek, ők ezt tudták is, tehát ezt előre mondták. Viszont hogyha ezt a pozíciót tartani tudnák, hogy akár egy-kettőt előre mennének, az nekik hatalmas teljesítmény lenne, egy nekik nem kedvező pályán. Meglátjuk. Tehát nekik a pontmentésről szóljon, és arról fog szólni a holnap. 8. Lewis Hamilton, szerintem a Mercedes-re egy kicsit csalódás lehet a számára, hiszen Russell megint adott neki van a 2 tizedet, és egyébként az egész hétvégén megint Russell volt a jobb, hiszen nem jelenti azt, hogy holnap akár pontot szerez. Tehát mindig történik szegénye valami, akár technikai, akár önhibáján kívül, akár a saját hibáján kívül, de nagyon sokszor idén nem szerzett pontot. És hát ugye a versenyen osztják a pontokat, viszont Hamilton meg mindig megtáltosodott a versenyen. Szerintem akár a kemények gumikon, milyen nagyon jó használja a Mercedes egy jó ideje a gumikat, kis gumikopással, akár egy alternatív, egy-két kiállásos, tehát egyel kevesebb kiállásos taktikát alkalmazhat volna, pészünk simán kinézem a Mercedes egész jó gumikopásával, hogy ezt bevállalhatják. Ez van akkor is ki fog derülni akár, amikor majd látjuk azt, hogy milyen gumival rajtól indul, bármi elég hosszú az egyenes, nagy a végsebesség, ezért nem biztos, hogy sokan megkockáztatják majd azt akár Hamilton, hogy keményebb keverékkel rajtoljanak, hiszen akkor nem fog tudni nagyon rajtolni, bár hosszabb távon lehet, hogy jól jön vele, nem tudom. Meglátjuk, ugye 7. lett Piastri, ahogy mondtam, 6. lett a másik nagy meglepetés szerintem a napnak, bár azt lehetett tudni, hogy a Williams jó lesz, de végig konstans ezt a 2-től a 6. helyig különböző Q1-2-3-akban hozta Albon. Nagyon jókat ment. És lehet, neki még egy csalódás ez a 6. hely. Nem tudom, mert a 4-5-re is simán esélyes volt, de a végén éppen hogy de pár századdal, 6-7-8 századdal leverték ketten is. Ennek ellenére én holnapra azt várom, hogy akár egy-két helyen előrébb is jöhet, ne feledjük, iszonyat jó a végsebesség, ezen a pályán nagyon fontos, és elvileg egész jó a DRS-ük is, bár a Red Bull azért ők se vehetik fel a versenyt. Meglátjuk, hogy holnap mi lesz, de is egy izgalmas dolog lesz, hogy mennyire jöhet majd előre. Sergio Perez az 5. lehet, megint csalódás keltően szerepelt, egyszer-kétszer volt a másik helyen is, talán egy pillanatra csak,
az időmérőn, de egyébként itt a hátsó szegmensben volt jelen a mezőny legjobb kocsijával, már megint nem tudja azt nyújtani, amit kéne, pedig most nem voltak változó körülmények, amit nem szeret, megy eső. Hát sajnos továbbra sem nyújtja azt, amit elvárnak tőle, én már őt is kirúgtam volna a jövőre, de hát úgy tudom, hogy meghosszabbított, illetve nem meghosszabbították, hanem megtartják jövőre, tehát a kitöltheti a jövő évig szóló szerződését. Ha a jövőre sem lesz ennél jobb, szerintem mindenképp mennie kell majd, és lehet, hogy Ricardo jön le, vagy Lawson. Akár ezt is el tudom már képzelni. John Russell lett ugye a negyedik a Mercedes-szel, a hétvégén ő volt a jobb, csak később holnap is tudja nyújtani ezt a konstans teljesítményt, vagy sem. És sok minden majd kell, jó box kiállás, taktika, jó gumikopás, és hát jó rajt. Meglátjuk, hogy ezt mennyire tudja megoldani majd. És hát azt lehetett tudni, az egész hétvég előtt már, hogy a Ferrari erős lesz. Leclerc a harmadik lett, ugye, és ő ezt is csalódásnak érzékelte. 67 ezreddel maradt le mindössze, és egyébként sokszor ott volt a top 1-2-ben az időmérőn, és tudjuk jó, hogy időmérő menő, hát végül nem sikerült neki. Ugye Verstappen a második lett, kicsit éreztem csak rajta ideges, mert tudta, hogy a sajnos a versenytempójuk az jobb, eddig is jobb volt, a gumikopásuk és a DRS-ök is, a végsebességük is jó volt, bár ezen a hétvégén végsebességben a Ferrari is ott van, csak a DRS-ük még minden olyan jó, mint a Red Bull-é. És a gumikopásuk, a versenyteljesítményük, a versenyben a sebességük az nagyon ingadozó. A pénteken is látható volt sajnos, hogy megint a Red Bull a legjobb kocsi versenyre, hosszabb távon, nehezebb kocsival. Ez nem jósol jó előjeleket. A rajt természetesen nagyon sok mindent elnyitott, a Carlos Sainz az első lett a másik Ferrarival. Végig ott volt a pole lehetősége, és végül éppen, hogy a 13 ezreddel meg lett. És ugyan ő is nyilatkozta ezt, hogy sajnos vasárnaponként mindig hátraesnek. Ettől tartanék én is, de viszont egyedül a végsebességben lehet bízni, mert gyorsabb volt egy picit, mint Verstappen a végsebesség, de hát a DRS az annyit hozzájött, főleg a Red Bullon, hogy sajnos ennek ellenére is sajnos azt érzem, hogy le tudják győzni őt volna. Pedig a tifózi, a Ferrari szurkolók mennyire örülhetnének. És hát a két Ferrari még azzal játszhat, hogy különböző taktikát használ esetleg a két pilótára, vagy közre fogja akár a rajtnál a Verstappent, és megpróbálják azt megoldani, hogy ne legyen neki helye. És emiatt fékeznie kelljen, és akkor nem tudja megölni Sainzot. De sok mindent próbálhatnak, eltérő gumitaktikák, eltérő kiállási lehetőségek. Végsebességből ugye bízhatnak, később DRS lesz olyan hatékony, mint mondjuk a Red Bullokon, ez holnap kiderül. Ugye holnap akár egy izgalmas utamot is láthatunk. Sainz néhol jól használja a gumikat, használta volna, nem annyira. Leclerc az vegyes, tehát ez is változó pályánként. Remélem, hogy Leclerc nem fog balesetet szenvedni megint, mert sokszor érzem azt idén, hogy kicsit fejjel megy neki a falnak, nem szó szerint szerencsére, de néha autóval, de hogy néha kiesik a kezéből a gyeplő. És ettől tartok, hogy holnap ez ne legyen. Verstappennél is, ha ideg, akkor néha ő is hibázik. Most is volt egy hibája az időmérőn amúgy, de szerencsére nem nagy árat fizetett érte. Carlos Sainz is néha olyan, hogy sajnos a gyeplő megremeg a kezében, de eddig egész hétvégén magabiztos volt, hogy holnap is tudja ezt hozni abban. Nem biztos, hogy vannak kételjén, viszont mint mondtam, az autó konstans teljesítményében már inkább. Meg néha a Ferrari hülye taktikája, vagy elcseszett box kiállása, hát ezt láthattuk már idén jó párszor. Bizakodjunk, hogy holnap ezt nem fogják megadni majd a Red Bullnak. Úgyhogy én holnap egy izgalmas futamot várok, valószínűleg eső nem lesz, ezután ez nem fogja tarkítani a dolgokat, nem is hirdették előre a hétvégére. Úgyhogy holnap itt a rajtól kezdve a box taktikákon át, a DRS-en át, a gumikopáson át, természetesen a konstans jó vezetésen át, nagyon sok mindenen keresztül még érdekes dolgokat láthatunk. Hátul előjövő pilóták érdekesek lehetnek, természetesen a top 3, top 4 harca. Úgyhogy holnap ez majd kiderül, addig is búcsúzom tőletek, sziasztok, és kellemes verseny kívánok mindenkinek!